Kis a Föld Podcast. Kis a Föld Podcast. írek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Pusgai Kitti vagyok. Ma 2024. január 1-én mi másról is beszélgethetnénk, mint az új évről, az új évnek erről a napjáról, amit igazából csak bizonyos ideje ünneplünk új év napjaként. December 31-én a nyugati világ búcsút int az óévnek, de nincs mindenhol ez így. Miért is nevezzük pont szilveszternek december 31-ét, illetve miért esett sokáig más-más időpontokban az új esztendő? Ennek próbáltam meg utána járni, melyben segítségemre volt az Országos Széchenyi Könyvtár interneten elérhető számos könyve és kiadványa. Jankovics Marcel jelkép kalendárium című kötetében például az új évről azt írja, hogy a január elsőjei évkezdés szokását a rómaiaktól örököltük. A hagyomány és Ovidius szerint a Numa királynak, Romulus utódjának tulajdonított naptár reform óta lett a téli napfordulót követő januárius az év első hónapja. A valóságban ez nem történhetett egyik napról a másikra. A konzulok évet nyitó hivatalba lépésének ideje például egészen időszámításunk előtt 153-ig március idusának tájára esett, csak azt követően helyezték át január 1-ére. Mindazonáltal a római szokások tanúsága szerint bizonyos évkezdő jellege január 1 is régóta megvolt. A polgári évet a Szaturnália ünnep, ami december 17-e és 23-a között tartott, és ennek 12-ére, azaz január 1-re, Janusz Isten orgiasztikus ünnepére esett a római karácsony. Amennyiben ekkor ajándékozták meg az emberek kölcsönösen egymást, és szerencsét hozó örökzöld olaj vagy babérággal díszítették fel otthonaikat. A kettősséget, ezt a kettősséget végül is Julius Cézár naptárreformja szüntette meg időszámításunk előtt, 46-ban, ezután került a római új év véglegesen január 1-ére. Látható tehát, hogy az időszámítás kezdete. Pontosabban az, amikor az emberek elkezdtek években, hónapokban, napokban, vagyis időben gondolkodni, nagyon nehezen meghatározható. Soha nem volt egységes, és a mai napig nem az. Abban viszont mindenhol egyetértenek a világon, hogy valamilyen módon meg kell ünnepelnünk az új évet, amihez polgári és egyházi tradíciók is kötődnek, illetve van számos régi olyan szokás, hiedelem, babona, ami ezzel kapcsolatban él velünk együtt. Na de kezdjük akkor rögtön az elején. Az sem egyértelmű tehát, hogy mikor van új év, hiszen az új évet már az antikvitásban is rendszeresen megünnepelték, de kezdetekben ez valamilyen csillagászati eseményhez kötődött, ami általában nem január 1-ére esett. Ovidius jegyzete szerint Numa királyhoz köthető a naptárreform, mint ahogy azt az előbb már Jankovics Marcel részletéből felolvastam, amely által a március idusához közeli mozgó ünnep az új év január 1-ére tevődik át. Hann István naptári rendszerek és időszámítás című könyvéből az év kezdő napja című részlet így szól, a római naptár kialakítása kor még a holdjárásához akarván igazodni, Valószínűleg azért helyezték a decembert követő hónapot János Isten oltalma alá, hogy a téli napfordulót követő újhold napján kezdhessék meg az új évet. Amikor pedig ez a naptár teljesen elszakadt a holdjárásától, egy a hagyományos az közeli időponton rögzítődött az évkezdet. Történetesen 8 nappal a téli napforduló után a ciklikus ioniszoláris évek egy hónapot és könnyűszerrel kitevő ingadozásai pedig azt eredményezték, hogy az év kezdete a ciklus adottságai szerint hol megelőzte, hol követte valamelyik napfordulót vagy napi egyenlőséget, bár mindig a közelükbe esett. Valójában azonban Numa király naptárreformja inkább csak lehetővé tette a változást, a róla elnevezett numaféle naptár már 12 hónapos volt a korábbi 10 hónap helyett, januáriusz a kezdet és a vég kétarcú istene, a nász hónapja, és februáriusz a tisztulás hónapja hónapokkal egészült ki. Tehát az írott források is arra mutatnak, hogy a naptárreform következtében nem az egyik pillanatról a másikra vált január 1 -e az év első napjává, hivatalosan az időszámításunk előtti első századra tehető a váltás, amikor a kettősséget végleg megszüntette július Cézár naptárreformja. A hivatalos váltást megelőzően inkább a népi hagyományok éltették a január elsője időpontot, a rómaiaknál a Szaturnália ünnepének, ami december 17-e és 23-a között zajlott, volt egyfajta évbúcsúztató funkciója, ezzel szoros összefüggésben tartották meg január 1-én Isten ünnepét, amikor szokás volt egymást megajándékozni. Az újévi kölcsönös ajándékozás hagyománya a keresztény kultúrában innen ered ebből az ünnepből, ahogy az a hagyomány is, hogy ebben az időszakban volt szokás örök zöldekkel díszíteni az otthonokat. A már sokat emlegetett naptár reform azonban még az időszámításunk előtti első században sem vált véglegessé, a római birodalom bukása után kialakuló keresztény államokban újabb heterogenitás mutatkozott meg. A római újév dátuma ugyan a 6. században feledésbe merült, Helyette a keresztény államokban különböző vallási ünnepekhez, például a karácsonyhoz kötötték az új év kezdetét. Amikor 1582-ben a reformár 13. Gergely pápa úrrá lett az időszámításban keletkezett káoszon azzal, hogy bevezette a Gergely naptárat, akkor egységesen visszatért január 1 is, mint az új év napja. De ez nem minden egyházi tradíció esetén esik egybe az egyházi liturgikus év kezdetével. Ugyanis a keresztény egyházon belül megkülönböztetnek liturgikus, illetve naptári újévet. Ez a keleti egyházra, a görög katolikusra és az ortodoxokra jellemző. A liturgikus új év egybeesik a tanév kezdetével. Az egyházi évet három részre osztották fel Jézus Krisztus életéhez kötődő események alapján, szeptember 1 karácsonyig, karácsonytól a mennybe menetelik, tehát pünkösdig, végül pedig pünköstől augusztus 31-ig. Január 1 a Római Katolikus Egyház Isten anyjának kiemelt ünnepévé tette, ez lett Szűz Mária Isten anyaságának ünnepe. A hagyomány szerint Jézus Krisztust a zsidó szokások szerint a születésétől számított nyolcadik napon körülmetélték, majd a gyermeket hivatalosan is elnevezték, és a Jézus nevet adták neki. Új évkor azonban más szenteket is ünnepel a katolikus egyház, az ünnepi naptár szerint ezen a napon Szent Fruzsináról is megemlékezünk, aki alexandriai keresztényként férfi ruhába öltözve menekült el a rákényszerített házasság elől, hogy remetekként élhesse le aztán az életét. Szent Fulgencius püspök és Szent Odélió apát ünnepét is ezen a napon tartjuk. Január 1 szorosan kötődik az újévi jó kívánságok sora. Kinek kapna ilyenkor elektronikusan vagy élőszóban boldog újévet kívánó üzeneteket? Elég csak rápillantani a közösségi média oldalaira, és láthatjuk, hogy vége hossza nincsen a jó 2024-re. Hagyományosan az éjfélt követő időszakban általában fogadalmakat is teszünk az új évre. Ilyenkor olyat szokás megfogadni, amivel magunknak és a környezetünknek is előnyére, örömére lehetünk majd. Ezek a fogadalmak szimbolikusan magukban hordozzák a megújulás igényét és lehetőségét is számos lejegyzett vers, beszedett újévi köszöntőt, fogadalmat ismerünk, amelyet egyrészt a néprajzzal foglalkozó tudósok gyűjtöttek össze, másrészt régi korok egyházi személyeitől, íróitól, költőitől, verselő, kedvű amatőr alkotóktól maradtak fent ránk. Mint minden nemzetnek a magyaroknak is megvannak a saját babonái szilveszterre és az új első napjára. Éjfélkor szokás volt, hogy az otthon minden ajtaját szélesre tárják, hogy távozhasson rajta az óév. Az óév távozott, az első vendég pedig, ha férfi volt, szerencsét hozott magával. Azt gondolták ugyanis, ha egy jókedélyű férfi ember lépj át elsőként az óévben a küszöböt, magával hozza az idei évre az örömökben gazdag időszakot. Az óév mellett minden rossz dolgot, baj szerencsét azzal késztettek távozásra, hogy hangosan zajongtak és fénygyújtottak. Az új év napját szokás a magyar hagyományban kiskarácsonyként emlegetni, az ajándékozás szokása ugyanis az antikvitástól kezdődően egészen a 19. századig ehhez az ünnephez kötődött. Ehhez a kiskarácsonyozáshoz kapcsolódóan falun a jelképes ajándékozás is szokás volt, házról házra járva jó kívánságot osztogattak egymásnak, és gyakorta áldomást is ittak rá. Az új év napja ma is dologtiltó nap, tehát nem ajánlott semmilyen fizikai munkát végezni. A régi babona szerint ezen a napon tilos volt mosni, takarítani, teregetni, szőni, fonni. Minden olyan munka is tiltott volt, amihez ollót használtak, mert úgy tartották, hogy az elvágja a szerencsét. Ha mégis munkához fogtak, akkor a kamrát töltötték fel, mert a hagyomány szerint ez azt eredményezi, hogy akkor egész évben nem fogy ki belőle semmi. Az évenső napjához köthető étkezési szokásokra is szigorú szabályok vonatkoztak, melyek nagy részét sok helyen ma is betartják. Nem lehet ilyenkor például halat és csirkét enni, mert a hallal elószik az ember szerencséje, a baromfi pedig elkaparja azt. Szerencsés viszont ilyenkor malacot és lencsét enni, mert a disznó a néphit szerint előtúrja a szerencsét, az édesség megédesíti az évet, a lencse és a köles pedig gazdagságot és sikert hoz. Tipikus magyar újévi étel a lencsefőzelék. A magyar hiedelem szerint a lencse gazdagságot hoz az új évre. A néphirdelem szerint az évelső napja alapvetően az egész évet előrevetíti számunkra. Ez alatt leginkább azt értették, hogy amivel vagy ahogy a napot töltjük, olyan lesz az új évünk is. Ennek a gondolatnak az volt a másik fontos eleme, hogy az új év első napján tett jó cselekedetek szerencsét hoznak, ezért az alamizsnaosztás, a jótékonykodás ajánlott volt, ugyanakkor a kölcsönkérés és a kölcsönadás tilos volt. Sok szerelmes babona is kötődik az új évhez, a szerelmesek például kölcsönösen megcsókolták egymást, hogy számukra boldogan teljen el ez az év. A hajadó lányok pedig ezen a napon előszeretettel édesgették magukhoz a falu bármelyik kutyáját, hiszen a babona szerint azt talál közülük elsőként férjet, akinek a kocsonya csontját elsőnek viszi el egy kutya. Ha körülnézünk a nagyvilágban, újévi szokásokat a világ bármelyik pontján találhatunk. Svájcban a hideg ellenére fagylaltot és habot esznek ezen a napon, és egy kicsit a földre is csöppentenek belőle, ott ez hozza meg a babona szerint a bőséget és a gazdagságot. Skóciában fekete kenyeret és töltött birkagyomrot fogyasztanak az új év első napján, az amerikaiak és a fülöp szigetiek babonából babos, illetve kerek alakú ételeket esznek. Számukra nem a lencse, hanem a bab hozza meg a boldogságot és a gazdagságot. Észtországban az új év első napján 7-szer, 9 -szer, vagy 12-szer kell enni, mert ezek a szerencsét hozó számok hozzák el a jólétet. Görögországban vasi sütnek, az étel belsejébe pénzérmét rejtenek, és aki azt megeszi, amiben a pénzérben rejtve van, az lesz az összegyűltek közt a legszerencsésebb. Erre egyébként nálunk is van példa, Magyarországon pogácsába szokás rejteni pénzérmét. A görögöknél ekkor jön a Mikulás is, pontosabban Szent Vazul, aki minden jó gyerek csizmácskáját megtömi ajándékokkal. A svédeknél is szokás az ajándékozás, itt kicsik és nagyok egyaránt törülnek a házi készítésű gyártjának. Argentinában rózsaszín, Csillében sárga, Olaszországban és Spanyolországban piros-fehér neműt húznak a szinglilányok, a babona szerint az új esztendő első napján, aki ilyen fehér neműt visel, bevonza a szerelmet. Az ausztriai Tirol tartományban egyáltalán nincs hagyománya a dolog tiltásnak, ijesztő banyaruhába öltöznek a helyi asszonyok, és így takarítják és füstölik ki a házakat, ezzel zavarva el a gonosz szellemeket az otthonokból. Brazíliában az ugrálás hozza meg a szerencsét, aki teheti az év első hetében óceánparton tartózkodik, és minden reggel átugrik egy hullámot, ezzel hozza meg az adott évre a sikert. Új év első napján virágokat is szórnak a vízbe, áldozatot mutatva be az ősi óceán istennőnek. Romániában a gyerekek növényeket adnak a szomszédoknak, pontosabban csokorba kötött zsenge gyümölcsfágakkal csapkodják meg őket, ami gazdagságot, gyermekáldást és egészséget jelenthet. Kubában a szerencse reményében az összegyűjtött vizet öntik ki az ablakon, Dél-Afrikában, illetve Olaszországban új év napján minden régi dolgot kidobálnak, ez azonban elég veszélyes, mert olykor a hűtő és a tévé is az ablakon keresztül távozik. Indiában viszont tilos ezen a napon, mert az bajszerencsét hoz. Fontos kitérni még a Föld népességének egy negyedénél beköszöntő rendhagyó új évre és az ehhez kapcsolódó tradíciókra, ünnepségekre. A Kelet-Ázsiában érvényes kínai új év egy mozgó ünnep, akárcsak nálunk a húsvét. Az évek mindig egy állatalakhoz kapcsolódnak, bonyolult számítások alapján határozzák meg, milyen napra esik az új év első napja. Ami biztos, az az, hogy január 21-e és február 21-e közé esik az új év. Kelet-Ázsiában ez az egyik legfontosabb ünnep, amelyet hold új évként és tavaszünnepként ünnepként is emlegetnek. A év napját a családok együtt ünneplik meg lakomával és ajándékozással. Amellett, hogy a rokonság megajándékozza egymást, speciális ajándékként gyermekeknek és nőtlen férfiaknak piros borítékban pénzt is adnak. A piros szín fontos eleme az ünnepnek, szerencsét hoz, ezért sokan pirosba öltöznek, vagy legalábbis viselnek valami pirosat. Szintén fontos hagyomány, hogy piros és narancs színű zászlókat és lampionokat készítenek, ezzel díszítik fel otthonukat, utcákat, tereket. Még a betegek sem maradnak ágyban, ünneplő töltenek, az összegyűlt emberek együtt énekelnek, gyertyával, lampionokkal világítanak otthonukban és a városok főterein is. Látható tehát, hogy az egész világ az új esztendőre készül, ki így, ki úgy próbálja bevonzani a szerencsét a következő esztendőre. Az adás elkészítésében segítségemre volt az ünnepek.center oldala és az Országos Széchenyi Könyvtár web oldala. Én csak annyit kívánok, maradjanak velünk 2024-ben is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra! Kis a Föld Podcast. Hírek helyben, azonnal!